Es un partido muy duro. Yo creo que el segundo tiempo bajamos los brazos un poco. Pudieron hacer el empate, pero gracias a Dios tuvimos una jugada de suerte y pudimos hacer el tercer gol. Már éppen ideje volt, hogy idegenből elhozzuk a három pontot. Én úgy gondolom, hogy már az előző idegenbeli meccsünkön a Honvéd ellen is aránylag jól játszottunk, ott is sikerült vezetés szerezni, aztán utána kaptunk két gólt, sajnos nem tudtunk elhozni még egy pontot se, pedig ott is benne voltak ár, hogy a három pontot elhozzuk. Ma 2-0-ás vezetés után megint kaptunk egy ilyen elkerülhető gólt, aztán magunkra húztuk a vasast, sikerült egyenlíteniük, de hát hál' Istennek, hogy utána még rá tudtunk rúgni egy gólt, úgyhogy 3-2-re sikerült megnyerni. Szeretünk volna mindenféleképpen nyerni, de hát 2-0 után ilyen zicsereket aztán majdnem megint magunkat vettük meg. Szóval, hogy a jobb hátvéd rúgja a gólt, tehát ezt nem hiszem el. Ennyi. Az zicserek ott voltak, az berúgjuk, akkor lehetett volna 4 is, így meg nagyon nagy szerencsével tudtunk nyerni csak. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült gólra váltam ezeket a lehetőségeket, de hát a futball ilyen. Most nem volt mellettem a szerencse, azt mondom, hogy mind a két helyzetnél szerencsésebb is lehettem volna, de úgy érzem, hogy sokat dolgoztam azért, hogy ez megforduljon, és hál' Istennek már meccs közben ez megfordult, itt gólpaszt tudtam adni a Szeidinek az utolsó percekben, úgyhogy nagyon boldog vagyok, ezen pedig dolgozom, hogy minél jobb legyen a helyzetkihasználásom. Sí, siempre tratamos de ser positivo, porque es el primer paso, querer ganarlo. Y como te dije, salimos a ganar todos los partidos, sea local o visitante, así que hoy salieron muy bien las cosas y gracias a Dios nos conseguimos la victoria. Nem tudom, hogy milyen erősítések lesznek itt még a télen. Igazából nekünk ez a harmadik hely is, végül is bravúros lenne, én úgy gondolom, egy feljutó csapattól. Megmondom őszintén, hogy körülbelül így a középmezőnybe vártunk a csapatot, hál' Istennek ott vagyunk a harmadik helyen. Ahogy hallottam, hogy a Honvéd az leixelt, így van. Úgyhogy most már nem csak pont azonossággal, hanem már pontokkal is megyünk a Honvéd előtt. Úgyhogy ez a harmadik hely, ez az ősszel, ez úgy gondolom, hogy bravúros a csapattól, de azért elég sűrű a mezőny, úgyhogy ez ugye lesz még itt két forduló, ami előre van hozva, hát szeretnénk ezt a harmadik helyet megtartani. Én úgy gondolnám, hogy a harmadik helyre oda tudunk érni, az is szenzációs lenne. Szerintem fél szezonban nem tudom utoljára, mikor volt harmadik a Diózsőr, nem most. Idézőjebben az evés közben jön meg az étvágy címszó alatt vagyunk mi itt ebbe a bajnokságban, szóval eléggé megtapasztaltuk, hogy milyen a sikerízés, és nem szeretnénk elengedni. Azt gondolom, hogy lehet, hogy pár minőség igazolása télen még versenybe lehetünk bármelyik helyre a dobogón, bár mondjuk nagyon nehéz lesz, hisz azért 10 pont a különbség a nem tudom, hogy a Debrecen mit játszott most, vagy holnap játszik, nem tudom, hogy mennyi a különbség, jelen pillanatban ugye 7 pont, de én úgy érzem, hogy nekünk saját magunkra kell figyelni, hisz tavasszal nagyon sok olyan mérkőzés, ami rangadónak számít, azt a hazai pályán játszunk, és mint tudjuk, mi hazai pályán azért eléggé jók vagyunk, szóval nagy esélyünk lehet arra, hogy egy nagyon jó tavasz produkáljunk.